Miért jöttünk a világra? Mi a feladatunk? Egyáltalán miért élünk? Csupa olyan kérdés, amire még a legbölcsebb filozófusok, eszes fizikusok, vagy a legkreatívabb irodalmárok sem tudnak pontos választ adni. Azzal azonban mindenki egyetért, hogy bármit is kapunk a sorstól, mindig egy tökéletes és teljes életre törekszünk. Érezni szeretnénk, mintha minden egyes percben melegség töltene el minket. Ez a csodálatos érzés, a boldogság. Valaha élt egy férfi, aki a boldogság felkutatásának szentelte az életét. Éveket töltött hasztalan kereséssel. Ám de az élet rövid csókja már utolsó leheletével melengedte lelkét. Eljött a búcsú pillanata. Ám a feladatát be nem töltött lelket a jelen foglyaként zárja magába, míg be nem teljesíti mindazt, mi elrendeltetett. A sors egy számára ismeretlen városba sodorta, ahol a világ minden tájáról származó polgárok éltek. Szelleme kétségbe esetten kereste a választ élete meghatározó kérdésére, miközben a különböző szokásokat és életstílusokat ismerte meg. A hosszú, sötét utcákat egy-egy lámpafény törte csuk meg. A házakban hivogatóan kiáramló fénytenger felé vette az útját. Az alkalmat kihasználva úgy döntött, meglesi az ott lakók boldogságának titkát, remélve, hogy ő így is megnyugvást talál, és elérte az első ablakot. Arany, ezüst, gyöngy, nem is kellhet más múzsa. Ha csak rideg szépség érdekli a szíved, palotád üres lesz, aztán mint medúza, végül is egyedül csodálhatod néved. Bárhová is nézett, pompásabbnál pompásabb bútorokat látott, és minden káprázat közepén egy pozakos férfi állt. Első pillantásra remény csillant fel a szemében, miszerint megtalálta az igazi boldogságot. Azonban hosszas ámulás után csodálattal vette észre, hogy a férfi teljesen egyedül van, és a szeméből a vagyonból fakadó magány tükröződött vissza. Gyorsan tovább is állt, remélve, hogy az imént látott férfi csak egy szerencsétlen kivétel. A következő ház sokkal egyszerűbb volt. Semmilyen dísz vagy pompa nem látszódott modern kék falán. Gyötörhetett tested, nap-nap után mindig. Hatalmad és törekvésed érthetetlen, akinek a mosolyát mindenhova hintik. Te csak robot leszel, ki érinthetetlen. Benézve a házba, egy elfoglalt és összpontosító embert látott. Úgy vélte, a dolgos férfi a munkájának szenteleti az életét, és mivel örömét leli benne, bizonyára boldog is. Megörült a kis szellem, hogy ez lehet a megoldás, viszont a következő pillanatban szürkeséget látott a férfi lelkében. Azonnal továbbállt. A következő ház nyugodtnak és csendesnek tűnt. Talán a boldogság forrása a meghitt és a zavartalan környezet. Nimfák gyümölcseit, ékes drágakövét, szedhetsz virágot szépet, százat is akár. Ők sem változtathatják meg házat körét, fonnyalni fog mindegyik ma holnapra már. A helyiség közepén egy lélegzetelállító virágot talált, mint a fénysugár vette volna körbe. Nem messze tőle, egy férfi állt, áhítatosan rajongott érte. Ez lenne a boldogság, a vak, megkérdőjelezhetetlen hit. Körültekintve a szobában semmi más nem látott, csak az elhanyagolt környezetet. A férfi minden figyelmet csak is kizárólag a virágra irányult. Rohamba száguldott a következő házhoz. A színe akár a lángoló tűz. Élénken kivirított a többi ház közül. Szellemünk úgy érezte, a benne lakó ember biztosan különleges lesz. Belesett az ablakon. Ki csodára csak várni tud, mint Rapunzel. Sorsának nektárját szerencsére bízva, életét tehetetlenséggel tölti el, és álmai csodába ül otthon, sírva. E ház lakóját először nem is vette észre, mivel az az ágy végében kucorgott egy papír szorongat. Gondolatai máshol jártak, egy egészen másik világban. Mint egy elérhetetlen vágyálmot keregetett volna, különbség ide vagy oda, még a szellem is tudta, hogy ez nem lehet a boldogság nyitja. Szellemünk úgy érezte, nem is létezik a határtalan boldogság már a földön. Reményét vesztve nézett be az utolsó házba. Minden normálisnak és hétköznapinak tűnt. Talán ebben a házban nem lesz hiba? Kire rátalál az áhított szerelem, gondolhatja, élete biztosan boldog, de ha a szerelme csupán csak vakérzelem, lelke az örömből csak hamisat hordoz.
tágas ebédlő, vidám színek, idilli hangulat. Tökéletesség. Ebben a házban minden megvolt, ami az előzőkből hiányzott. Az asztal egyik végében komor férfi ült. A szobába benyitott egy fiatal asszony, sürgött forgott a férfi körül. Minden egyes kívánságát leste. Az úr azonban mindez teljesen természetesnek és elvárhatónak tekintette, rideg közömbösséggel válaszolt kedveskedésére. Miért tűri el? És hogy nem veszi észre? A szellemet teljesen elhagyta az ereje. Nincs is olyan, hogy boldogság. Kétségbe esett, és összetörve rogyott le az ablak alá. De miért van még itt? Mit vár tőle még a sors? Amint ezen gondolkozott, egy idős hölgy fordult be a sarkon. Már maga a hölgy jelenléte is melegséget csempészett a rideg környezetbe. Magában mosolyogva csoszogott a lakása felé. A szellem érdeklődve követte, egészen a ház ajtajáig. Ide bent kandalló égett. És a fotelben elnyúló néni a falon, illetve a kandalló párkányon sorakozó képeket nézte. Mindegyiken egy-egy számára fontos emléket örökítettek meg. Ezekhez a pillanatokhoz nem volt szükség pénzre, munkából szerzett tapasztalatra, egy bálványra, egy elérhetetlen áramra, vagy csak hűségre. Ezeket az emlékeket a barátokkal töltött idő formálta. Szóval ez lenne a boldogság. Az idő mindennek a kulcsa. Az idő értékes eltöltése. Hirtelen bizsergést érzett, és ez az egész lelkét átjárta. Itt az idő. Beteljesítette, minek elrendeltetett. És a holdfénylő sugarával távozott a nyugalom és örök boldogság földjére.